Hihetetlen gyorsasággal terjedt el ez a sült fetás paradicsomos tészta. Hello, Isten hozott a konyhámban! Wichmann Anna vagyok, és ma egy újabb családi kedvencet mutatok meg. Ezt az ételt elképesztően egyszerű és gyors elkészíteni. A sült paradicsomoknak és a fetának köszönhetően fenomenális íze lesz, így nem csoda, hogy ilyen népszerű lett. Na lássunk is neki! A fokhagymákat megpucoljuk, és vékony szeletekre vágjuk. Lehet készíteni szárított fűszerrel is, de friss bazsalikomot is szedhetünk és apríthatunk hozzá. A paradicsomokat leszemezzük a szárról egy tepsibe, vékonyan meglocsoljuk az olajjal, és ráseperjük a fokhagymát és a bazsalikomot. Fűszerezzük őrölt borssal, sóval és forgassuk össze. A közepén készítsünk egy kis helyet a sajtnak. Olajozzuk meg a feta alját, és fordítsuk rá a tepsire. Meglepő fordulat, de a paradicsomok szárát fűszerként felhasználom. Ezt mindig bele szoktam főzni a paradicsommártásba is, mert annyira finom ízt ad neki. Nyomjuk a paradicsomok közé, és mehet a sütőbe. Addig pont van időnk kifőzni a tésztát, amihez egy lábosba feltesszük a vizet melegedni. Megsózzuk és nagy lángon felforraljuk. A tésztát a forrásban lévő vízbe tesszük, és a csomagoláson megadott ideig főzzük. Természetesen lehet hozzá használni sima spagettit, durumtésztát vagy teljes kiörlésűt is. Ha megfőtt a tészta, szűrjük le. A megsült fűszeres paradicsomokat kivesszük a sütőből. A szárakat eldobjuk, ezekre már nem lesz szükség. Egy villával törjük össze a paradicsomokat és a sajtot is. Jöhet bele a tészta és forgassuk össze. Ilyenkor, ha tudjuk magunkat tűrtöztetni, akkor hagyjuk állni 5-10 percig, hogy a tésztát jól átjárja a paradicsom, és így sokkal ízesebb lesz. Köszönöm, hogy megnézted a videót, remélem, hogy tetszett, és te is ki fogod próbálni. Még mielőtt elkattintasz, kérlek szépen iratkozz fel a csatornámra, és lájkold ezt a videót, hogy mások is láthassák. A receptet a pontos mennyiségekkel és hasznos tippekkel megtalálod a videó leírásában a linkek között, és az annuskan.hu oldalon. Találkozzunk legközelebb is!